No, hát akkor Rek 2. Ugyebár ez egy 2009-es folytatás, és szerintem egybe kell nézni a két filmet. Tehát, hogy az első rész után rögtön érdemes megnézni a másodikat is. Mert egyébként ugyanonnan folytatódik, ahol az első abba maradt, néhány perc különbséggel csupán. Egy négyfős kommandós egységet követhetünk nyomon, akiket ugye kiküldenek ehhez a társasházhoz, ahol már elszabadult a vírus, és akkor ott karantén alá vonták az egészet. Ja, egyébként így jut eszembe, hogy azt hiszem 2008-ban készült egy Karantén című amerikai remake is a Rekből. Mondjuk én azt még nem láttam, és hát nem is igazán akarom megnézni, nem szeretem ezeket a remake-eket, és azt olvastam egyébként róla, hogy eléggé gyenge lett. No, de viszont a 2009-es második rész az hát nekem még jobban is tetszett, mint az első, baromi jól meg lett csinálva. Ugye egy négyfős kommandós egység vonul ki ehhez a társasházhoz, és akkor ott már várja őket egy ilyen eligazító tiszt, vagy ki a rák, meg egy lelkész, és akkor hát később derül ki, hogy ő egy lelkész. Na mindegy, ők bemennek, látják ott a lépcsőházban különféle vérnyomok, meg minden, és ami nekem nagyon tetszett, hogy rögtön a padlással kezdünk, tehát hogy rögtön a padlásra mennek föl, mert vérmintát kell szerezni. Ezt később elárulja ez a lelkész csávó. És tehát, hogy rögtön ott kezdünk a padláson, és akkor hát ugye az első résznek ott lett vége, és már akkor is láthattunk ott különféle újságkivágásokat, fényképeket, hangfelvételt, különféle iratokat, dokumentumokat, és rögtön ezzel kezd a film, tehát hogy mindjárt megalapozza ezt az egész hangulatot, mindjárt így bevezet minket ebbe az egész misztikus dologba. És ami nagyon-nagyon bejött nekem még a második résszel kapcsolatban, az, hogy behozzák a vallást. Tehát ugye az első részben ugye azt láthattuk, hogy elszabadul egy ilyen gyilkos vírus, mindenki agresszívvel válik, és amilyen zombiszerű lényekké manifestálódnak, viszont itt már behozzák a vallást. Tehát, hogy ez a megszállottság, amit tapasztalnak a lakókon, az nem kifejezetten a vírus miatt van, hanem hát mondjuk, hogy a vírus miatt is, de egyfajta démoni megszállást is belevittek. És ez nagyon jó, ez egyébként, ez nagyon-nagyon jót tesz ennek a filmnek. Egész misztikus lesz ettől a Rek 2. Tehát, hogy már nem ez a rohangálunk, és akkor ilyen zombiszerű lakók jönnek, hanem behozták ezt a vallási dolgot is, ugye ördögűzés, stb. És ez nagyon-nagyon jót tesz szerintem a filmnek. Sokkal akciódúsabb, sokkal véresebb lett egyébként a második rész, mert ugye hát a padláson kezdünk, ott már kezd a feszültség növekedni, és akkor onnantól szabadulnak el az indulatok, hogy végülis bejön egy ilyen másik csoport is, három fiatal, akik éppen a közelben egy másik háznál kamerázgattak, és akkor ott látják, hogy mi történik ebben a társasházban, és akkor ott a csatorna rendszeren keresztül belopakodnak. Na mindegy, és akkor hát nem akarok nagyon spoilerezni, de annyit mondjuk így elspoilerezek, hogy az első részben látott csaj az visszatér a film végére. Egyébként ő a többi részben is szerepet kap, bár a harmadikban nincs benne, igen, a harmadik az ilyen vígjátékszerű fos lett, viszont a negyedikben én úgy tudom, hogy ő a főszereplő. De mindegy, tehát erre a kommandós egységre van kihegyezve az egész film, és azon kívül, hogy ugye kézikamerás, immáron a kommandósoknak a sisakba épített kamerájukon is láthatjuk az eseményeket, tehát onnan is jön be kép, és ez is nagyon jó, tehát ezt is jól megoldották, éppen az aktuális kommandósra kimerevítik a képet, tehát hogy az ő sisak kameráját láthatjuk akkor előtérben, és ezt tök jól megoldották szerintem. De ezen kívül persze van kézikamerázás is, mert az egyik kommandósnál van sima kézikamera, meg azoknál a fiataloknál is, akik belopakodnak a házba, azoknál is van egy kézikamera, úgyhogy ezt tök jól megcsinálják. Az éjjellátónak egyébként sokkal nagyobb szerepet adnak ebben a részben, mert például, hát most jó, nem akarok nektek itt nagyon spoilerezni, de azért annyit elárulok, hogy a padlás az valamiféle, hát nem is tudom mivel, valami, most nem azt mondom, hogy varázslattal, de nem tudom, valami ilyesmivel van lefedve, mert például csak az éjjellátóval lehet látni olyan ajtót, amin át tudnak menni. Tehát, hogyha ha világos van, ugye sima lámpával nézik, akkor nincs ott az ajtó, viszont hogyha kikapcsolnak minden fényt és éjjellátóra váltanak, akkor
akkor láthatják ott az ajtót. Hát ez is valamiféle misztikus vonulat. Szóval a REG 2 szerintem bőven jobb, mint az 1. Tehát sokkal jobb a hangulata, sokkal akciódúsabb, tényleg jóval véresebb is, jobban pörög az egész. Nagyon jól megcsinálták tényleg, tehát benne van az a lény, ami ugye az első részben is volt, ezen kívül a horror is nagyon jól működik benne. Szerintem mindenképpen érdemes megnéznetek, és mindenképpen, hogyha már úgy nézitek, hogy most határozzátok el, hogy megnéznétek, akkor úgy nézzétek, hogy az egyel együtt. Tehát, hogy megnézitek az egyet, és akkor rögtön utána indítjátok a kettőt, mert nagyon sok a párhuzamos vonal. Tehát, hogy ha nézitek a kettőt, akkor egy csomó olyan dolog van benne, ami ugye az egyben is benne volt már, csak itt mondjuk így párhuzamosan zajlanak a dolgok. És egyébként később, amikor bejönnek azok a fiatalok a házba, akkor is, tehát először a komandosok szemszögéből láthatunk bizonyos eseményeket, aztán meg az ő szemszögükből is, és akkor így összekapcsolódnak ezek a dolgok. Aztán hát a végjáték az megint a padláson zajlik, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal ütősebb, mint az első résznek a vége. Úgyhogy nézzétek meg, mindenképpen megéri, én nagyon szeretem ezt a filmet, szerintem bőven jobb, mint az első rész. Sajnos a folytatásokra ezt már nem lehet elmondani, ugye a harmadik rész az, hát vígjátéknak szánták, de az nagyon-nagyon ergya lett. A negyedik rész pedig még nem láttam, de majd, hogyha megnézem, akkor arról is lesz videó. Na, sziasztok!